Közel kell hozni a szakmát a fiatalokhoz, és meg kell győzni a szüleiket is arról, hogy a gyereknek hasznos szakmát tanulnia. A következő tanévtől úgy alakul át a középfokú oktatás, hogy a szakgimnáziumokban és a szakközépiskolákban szakmát és érettségit lehet majd szerezni. Mindezt a pályaválasztási kiállítás megnyitóján Odrobina László, a Nemzetgazdasági Minisztérium szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkára mondta. A jövő évi új iskolákkal, a szakgimnáziumokkal az a, hogy is mondjam, rés megszűnik, hogy a diákok onnan kikerülve nem kapnak szakmát a kezükbe. Ugyanis jelenleg a Magyarországon a középfokú iskolákból kikerülő diáknak csak 25-30%-a hagyja az iskolát szakmával a kezében. Az új iskolatípusokkal ez megszűnik, mert nem csak a szakiskolából, hanem a szakközépiskolából is szakmával a kezében tud csak kikerülni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez az irány, ez teljesíteni fogja a munkaerőpiacnak ezt az elvárását. A pályaválasztási kiállítást a megyei kormányhivatal szervezte. A diákok szüleikkel és tanáraikkal együtt 72 kiállító standjánál tájékozódhatott az iskolák kínálatáról látványos szakmabemutatók kíséretében. Ez segítség nekünk is, társadalompolitikai vezetőknek, hiszen minél több hasznos, kétkezi és tanult emberfő van ebben a megyében, annál inkább segítik azt a célkitűzés megvalósítását, hogy visszaállítsuk a munkabecsületét, az élő munkának a becsületét és tisztességét. A diákok pályaválasztásánál döntő, hogy milyen az érdeklődési körük, milyenek a tanulmányi eredményeik, sőt a fiatalok ma már azt is figyelik, mennyire keresett egy-egy szakma. Fodrásznak tanulok, és abba a szakmába is szeretnék elhelyezkedni. Szerintem itt a fiatalok elsősorban azt nézik, hogy melyik szakma éri meg, és melyikbe tudnak a jövőben elhelyezkedni, és persze ugye a pénzkeresés szempontjából is jó szakmát kell választani. A munkaerőpiac igényli a jó szakembereket helyben, ezt támasztja alá az is, hogy a Nyíregyházára betelepülő cégek megtalálják számításaikat. 2010-ben 7000 körüli munkanélküli volt Nyíregyházán, ma már ez a szám csak 4000, tehát lényeges javulás történt, és ami fontosabb, hogy ezek a folyamatos új munkahelyteremtő beruházások a fiataloknak jövőt nyitnak, lehetőségeket. Most is vannak biztató tárgyalásaink, remélem már a következő évtől újabb munkahelyteremtő beruházást tudunk bejelenteni. Hosszabb távon fontos a térségnek, hogy ne vándoroljon el a szakképzett munkaerő. Szeretnénk mi is azt a megyébe is, hogy olyan az európai forrásokat úgy használjuk fel, hogy olyan helyzetet teremtsünk majd, hogy valóban egy olyan környezet legyen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe is, ahol valóban, ahogy a koncepcióban is megfogalmaztuk, nem csak jó élni, hanem jó ide visszatérni is. Szeretnénk, hogyha a kiművelt emberfők, amelyek valóban meghozzák a jó döntést és pályát tanulnak, szakmát tanulnak, utána itt a megyébe érvényesüljenek majd. A kétnapos rendezvényen a középfokú intézmények mellett főiskolák, felnőtt képző intézmények is jelen voltak, hiszen ettől az évtől akár a második szakma megszerzése is ingyenes.